Itt a sportcsarnokban vagyunk, és a sportcsarnok akkor mi is lehetne más, mint kézilabda. Éppen itt az ifjúsági csapatnak a mérkőzése fejeződött be, és nagyon jó hallani azt azért, hogy itt vannak kinn a szülők, itt vannak mindazok, akik egyre inkább szeretik a kézilabdát. 14-15-ös évad ugye a felnőtt csapat életében. Mi az, amivel elégedettek vagytok, hiszen még nem zárult le ugyan a bajnokság, de azt hiszem, hogy azért, amit kitűztetek célul, a dobogó közeli hely, az azért meg lesz. Igen, ugye a felnőtt csapatnál kénytelenek vagyunk eredményben gondolkodni, ellentétben az utánpótlással. Igen, az volt a fő célunk, hogy az elején végezzünk ennek a bajnokságnak. Azért nem fogalmazunk meg konkrét célt addig, amíg tűzzük ki azt, hogy bajnokságot kell nyerni, mert azért folyamatosan változtatjuk a keretet. Az idei év, ez egy nagyon átmeneti év volt az egyesület életében. Ha jól visszaemlékszem, kb. 7 éve volt ilyen évünk, hogy ennyi játékost cseréltünk, illetve hagyták abba, mentek el. Ennek oka az volt, hogy megpróbáltunk úgy versenybe szállni a jóval tehetősebb egyesületekkel, hogy mi több munkában gondolkodtunk, éppen ezért fölemeltük az edzésszámot 5 edzésre, illetve délelőtt tartottunk még 3, tartunk még most is 3 egyéni képzést, és abba az irányba próbáltunk az idén elmenni, ami azt teszi lehetővé, hogy olyan játékosok jöjjenek ide, hogy minél többet tudjanak nálunk dolgozni. És azok, akik ezt nem tudták vállalni, azok hát elköszöntek tőlünk, elmentek. Egyik részét sajnáljuk, a másikat természetesen nem. Most ennek a tükrében, hogy ennyi játékost cseréltünk, én úgy gondolom, hogy itt ebben a nagyon-nagyon erős, kiegyensúlyozott bajnokságnak az elején lenni, alapvetően elégedettek vagyunk, nyilvánvalóan vannak hiányérzeteink, de úgy objektíven nézzük a dolgot, akkor az NB1-ből kieső és azon a visszajutó válca szemben reális esélyünk nem volt, hogy előttük végezzünk, bár azt kell elmondanom, egyedül mi vertük meg őket itt hazai pályán. Volt még egy nagy vetétársunk a Szentendre, ahol szintén jelenleg is több NB1-es kézilabdázó játszik, tehát ott a keretek jóval erősebbek, mint a miénk, akivel vívunk nagy harcot a dobogóért, az a Tata. Egy ponttal jelen pillanatban előttük vagyunk, más feladatuk nincs, mint a itthoni 2 hazai mérkőzésünket megnyerni, ami nagyon-nagyon nehéz lesz. Itt ez a mai Pécs is szerintem egy nagyon gyilkos kis rangadó lesz. Ha ezt teljesítjük, a dobogón végzünk, és akkor én úgy gondolom, hogy eredmény tekintetében mindenféleképpen elégedettek lehetünk ezzel az évvel. Ugye az ember mindig azt gondolkodik, hogy saját nevelésű játékosok megvárja azt, amíg fölérnek a csapathoz, beilleszkednek és hozzák az eredményeket, vagy pedig fölgyorsítva az eseményeket, ugye igazolnak játékosokat, ahogy mondtad, csapatépítésről van szó, ami 2 éve volt ezelőtt, ahogy fogalmaztál. Hogy látod, hogyan sikerült ez az átmeneti esztendő, hogyan sikerül stabilizálni a keretet? Hát igazából az volt a célunk, hogy megnézzük, hogy kik valók ide a közösségünkbe, szakmailag, emberileg, nálunk mind a kettő tényező nagyon-nagyon fontos, és hát most is el fog menni, ha jól számolom, 6 vagy 7 játékos tőlünk. Ezek a régiek közül is, illetve a most újak közül is említettem, hogy vannak távozóink, és hát lesznek akkor nyilvánvalóan érkezőink. Tovább próbáljuk megtalálni azt a magot, akivel rövid távon belül nagy eredményt szeretnék elérni, és az idei év, tehát a következő évadunk, az szintén még mindig az építkezésnek az az időszaka lesz, hogy megnézzük, hogy kik azok a srácok, akik a mi elképzelésünket be tudják váltani. Ez mennyire kockázatos lépés, hiszen a sportban eredményeket vár az ember, és mondjuk, hogyha a partvonalon kívül van valaki, akkor azonnali eredményt vár. Tehát kaptatok időt, vagy adtatok időt magatoknak, hogy bizonyítsátok, hogy a legjobb keretet meg kell találni, és ahhoz mondjuk akár 1-2 év, vagy 3 évre is szükség van? Én úgy gondolom, hogy hosszú időre van arra szükség, hogy azt a magot megtaláljuk, ugyanis ennek egyetlen egy oka van. Tehát mi itt pontosan tudjuk, hogy hogyan lehetne NB1-be följutni, rengeteg pénzzel. Na most rengeteg pénzünk nincs, éppen ezért azokat a tehetséges fiatalokat, középkorú srácokat, sportolókat keressük ide, akik hajlandóak nagyon-nagyon sokat dolgozni, és hát közel sem olyan jövedelmeért, pénzért, mint a közvetlen riválisaink. És mi igazából mit tudunk kínálni? Mi azt tudjuk kínálni, hogy itt belőlük remélhetőleg hosszú távon kézilabdázó lehet, mert mi sokkal többet dolgozunk, mint a riválisaink. Tehát ezek a fiatal, ambíciózus fiúk, akik ettől a sportáktól akarnak valamit, nem idézőben mondom ezt természetesen, hogy csak másodosztály játékosok szeretnének lenni, ide jönnek hozzánk, hogy meglássák azt, hogy lehetne belőlük NB1-es játékos. Mi ezeket a feltételeket úgy gondolom biztosítani tudjuk ezzel a 8, illetve szabad foglalkozással, mert kondizni bármikor be lehet jönni, tehát itt annyit edzenek az itt lakó fiúk, amennyit akarnak.
Azt mondtad, hogy jó páran elmennek, jó páran, illetve hát elmennek a csapattól, de ha elmennek, akkor jönni is fognak. Kik azok, akiket már kinéztetek, kik azok, akiket szeretnétek itt látni a Dabas mezben? Azért nem mondanám most még ezt el, és majd a záron természetesen a neveket is meg fogom mondani, mert ilyenkor nyilvánvalóan tárgyalások folynak. Alapvetően 4 játékosra lezártuk a tárgyalást, de mivel még folyik a bajnokság, ők azt kérték, hogy ne említsük még a nevüket, nem akarnak igazából az Anya Egyesületnél zavart kelteni, ők ott tisztességbe szeretnék fejezni az évet, és utána ott bejelentik. Annyit tudok mondani, hogy érkeznek NB1-ből, illetve NB1-B-ből játékosok hozzánk, körülbelül ezt tudom mondani. Hogyha a pályát nézzük, akkor a különböző posztokon hogy érzed, milyen lesz az a csapat, akivel a következő évadban kezdtek el dolgozni? Hát ilyen fiatal, nagyon sokat futó, remélem nagyon-nagyon küzdő, mert az idei csapatból én úgy gondolom, hogy picit ez hiányzott, és nem is az akarat kérdés, hanem szerintem fejbe voltak egy picit leépülőben itt a fiúk. Tehát azt mondom, nem volt közöttünk tökös gyerek, aki úgy hagyja a csapatot. Azt a vezért kell nekünk megtalálni alapvetően, aki tényleg átlendít bennünket a holdpontokon. Hát olyan játékosokat próbáltunk idehozni, akikben ez a képesség benne lehet, bár fiatalok, de ilyen győztes típusnak gondoljuk őket, amennyire ismerjük, úgyhogy még egy védekező embert keresünk, és hogyha az meg lesz, akkor úgy gondolom, hogy erősödni fogunk az idei évhez képest, de hogy a bajnokságban ez mire lesz elég, azt sose tudjuk, azt mindig ősszel tudjuk, amikor itt még meglátjuk minden ellenfelünknek a keretét. Persze, akkor tulajdonképpen már előre is szaladtunk, ugye az idei esztendőben azt mondtátok, hogy dobogó közeli helyezéssel, illetve dobogóval elégedettek lennétek, de mit tűztök ki célul? Tehát azért nálatok nem úgy működik, vagy a sportban nem úgy működik, hogy jó, akkor egy hónap múlva ezt az eredményt kell hozni, tehát a következő évadra mi lehet az, amivel elégedettek lennétek? Hát a következő évadra is ugyanezt tűzzük ki magunk elé, hogy építsük föl azt a gárdát, aki alkalmas lehet arra, hogy NB1-ben játszunk, úgy, hogy hozunk ide 3-4 meghatározó játékost, aki már NB1-es szintű. Tehát ez a célkitűzés, és eredményben azért nem gondolkodunk, még egyszer mondom, mert egyrészt nem akarom a csapatnak azt mondani, hogy mindenféleképp harmadik kell lenni, vagy negyedik, vagy első, vagy második, mindig azt mondom, hogy nyerjenek meg minden mérkőzést természetesen, és most is az idén is ez a célunk. Ha mindent megnyernek, az egy kellemes gond lesz, akkor az majd remélem sok mindent és sok mindenkit megmozgat. Ha meg nem, akkor meg meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Tényleg tovább-tovább építkezünk, keressük a közösségünket. Az építkezésnek az egyik része az ezek szerint, hogy az alapokat megpróbáljátok stabilan lerakni. Ebben az építkezésben milyen szerepet szántok a fiataloknak? Már csak azért is kérdezem, mert az ifi meccs éppen most ért véget. Tehát láttok olyan fiatalokat, akik előbb-utóbb bekerülhetnek ebbe a körforgásba? Hát mi nagyon bízunk ebbe, ugye ezért dolgozunk. Bár egy picit a fiatalok beépítését való kudarcnak gondolom, és ez talán közös felelősség, hogy mindenki lehet, hogy egyesületé. Bár nyilván az ember ilyenkor nem tehát én úgy gondolom, hogy minden hátteret biztosítunk feléjük, de itt a srácoknak kell nagyon akarni, hogy közénk tartozzanak. Aztán ami nekünk óriás hátrányunk, mint például egy Pécsel szembe, hogy a 18 év fölötti játékosok elmennek tőlünk tanulni, és utána bizonytalan lesz a sorsuk, nem tudom, mi lesz velük. És hogy a 18 éves gyerek még határeset, hogy NB1-ben meghatározó tud lenni. Most hosszú idő után a Kis Attilát tudtuk úgy beépíteni, bár ő is elment egyetemre, de mindent megtett azért, óráit úgy alakította, hogy a plusz foglalkozásokon itt legyen. Tehát a fiatal játékosnak nagyon-nagyon sokat kell azért tenni, hogy beépüljön, mert hát ugye ezért saját magának kell megküzdeni, mi a lehetőséget biztosítjuk, és hát mivel elmondtuk, az elején beszéltünk arról, hogy az eredménye fontos, természetesen van türelem irányukba, de hát a többiek azért kézilabdázzanak, hogy nyerjenek, és egy fiatal az csak a teljesítményével tudja kiharcolni azt, hogy NB1-B-s, illetve NB1-es játékos legyen. Itt idén mi sokat tettünk ezért felnőtt csapathoz, 5-6-an 7-en jártak fel egyéni képzésre, és még annyit, hogy ugye tavaly volt, gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a junior csapattal, és úgy döntöttünk, hogy csak azokat tartjuk itt az Egyesület berkein belül, akik ezt a magasabb edzés számot vállalni tudják, és ezért nagyon-nagyon megfiataloltuk, hiszen 94-es a korosztály, és itt az előző mérkőzésen ugye a nagy többség az 97-89-es játékos volt, tehát 3-4-5 évvel fiatalabbak ezek a srácok, de fizikálisan, taktikailag megállták a helyüket ebben a wifi bajnokságban is.
Ha jól értem, akkor az egésznek az imázsát akarjátok emelni, hogy sik legyen a felnőtt csapatba játszani, vagy oda bekerülni, tehát ők akarják, és ne ti nyomjátok be a csapatba a fiatalokat? Úgy gondolom, hogy igen, mert mi nem tudjuk benyomni. Tehát ha ő ezt akarja, és ezért mindent megtesz, akkor itt van egy közvetlen utánpótlásokban 6-7 olyan fiú, akiben ilyen 3-4 éven belül nagyon nagy lehetőséget látunk mi. Aztán, ha ezt ő is gondolja, és a szülei is úgy gondolják, hogy a két dolog, amit mindig szoktam emlegetni, hogy a tanulás és a sport bele kell férni az életébe, és ezt így építi fel a hétköznapjait, akkor úgy gondolom, hogy sikeresek lehetünk, mert mi minden lehetőséget próbálunk megadni, és nyilván nem, azt nem gondolnám, hogy nekünk tényleg az eredmény miatt meg kell azt tenni, hogy úgy nyomjuk ezeket a fiatalokat, hogy nem érdemlik meg. Csak azok, akik megérdemlik, azokat fogjuk oda tenni a felnőtt csapat környékére. Az előbb azt mondtad, hogy szülők, tanulás és gyerek, illetve ti, tehát ez a háromszög vagy négyszög, nem is tudom már hány felé kell kiegészíteni ezt a bizonyos kört. Igyekeztek azért, tehát segítettek akár a fiataloknak is megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ide tudjanak jönni, ha akarnak, akkor a feltételeket hogyan tudjátok alájuk tenni? Hát mindent ennek a két dolognak rendelünk alá. Azért mi az iskolákkal, mind a kettővel itt Davoson elég jó kapcsolatban vagyunk, figyeljük a gyerekek tanulmányi eredményét, és hát igen, az edzőink is, sőt én is, amikor gáz van, akkor megyek és elmondom, hogy tanulni kell, ez az első. A másik pedig az edzés idejüket és a munkát úgy próbáljuk rakni, intézni, hogy a tanulás mellett, tehát tanulás időn kívül, akkor azt az edzés számot, amit úgy gondolunk, hogy ilyen fiatalnak meg kell kapni, azt meg tudja kapni. Tehát az edzőknek ez kiemelt feladat, hogy a gyerekekre egyénileg is próbáljanak odafigyelni, de ez mondom, hogy a szülői háznak ugyanolyan felelőssége, és nekünk rájuk ugyanolyan szükségünk van, mint bárki más ebben a gyakorlatban. Ugye a fiatalokról beszéltünk, de azért itt mellettünk már a felnőttek kezdenek elmelegíteni, ott is tudtok azért bármilyen problémájuk, magánéleti problémájuk van, tudtok nekik segíteni, tehát minden területen próbáljátok megteremteni a feltételt, hogy ha itt a pályán föllépnek, akkor a maximumot hozzák ki? Természetes ez a dolgunk, egy picit úgy gondolom, hát nem picit, teljes mértékben. Tehát nagyon sok egyéni kéréssel jönnek hozzánk a srácok, és amit meg tudunk oldani, megoldjuk, mert igen, a teljesítménynek alapvetően befolyásolja azt, hogy egy játékos nem csak fizikailag, hanem lelkileg, szellemileg is teljesen jól érzi magát, és hát igen, próbálunk szinte mindenben. Tehát a kéréseiket, a orvosi kéréseiktől, a magánéleti kéréseikig, a táplálkozási kéréseik, minden területen próbáljuk őket segíteni. Mennyi választja el szerinted ezt a profizmustól, a szó nemes értelmében a profizmustól ezt a játékot akkor, vagy ezt a játékos állományt? Ha egyáltalán elválasztja, vagy tőlük már profi feltételeket kínáltok, és ezt is várjátok el? Nagyon kicsi választja, úgy gondolom. Pont az a pici, amivel nem vagyunk NB1-esek. Hogy ezt, ha elkezdenem mondjuk a nézegetni bizonyos szegmenseit ennek az egésznek, akkor úgy gondolom, hogy játékosaink nagy része profi gondolkodású, tehát profi gondolkodású, hozzáállású sportember. A körülményeink még azért nem profik, mert a játékosok nem ebből élnek. Tehát mindenkinek szinte van valamilyen más jellegű jövedelme is. Most azt mondhatnám, hogy vagy máshogy dolgozik, vagy az egyesületünknél dolgozik, de tényleg dolgozik, és edzősködik, erőléti edzősködik, technikai vezetősködik, tehát nem konkrétan ebből élnek. De nyilván van ez a financiális háttere. És hát az, hogy ugye mi még nem 10-12 edzés számba gondolkodunk, mint a profik, és mindent ennek rendelnek alá. Tehát most azt mondom, hogy az kell, hogy a 8 helyet 10-et vagy 12-t edzünk, hogy a játékosok nagy része ebből éljen, és ennek éljen, ez hiányzik. De ez már nem olyan nagy lépés. Én emlékszem rá jó pár évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, és viszonylag kevesen ültek a lelátón, illetve az utánpótlásban gondolkodtatok, hogyha erre az elmúlt időszakra nézel vissza, ezeket a lépéseket hogyan jellemeznéd? Hát a nézőszám lassan gyarapodik, de azért gyarapodik. Tehát a nagy mérkőzéseinken viszonylag sokan vannak, meg nagyon-nagyon sok függ attól, milyen az idő, milyen más rendezvény van. Van a tévében kézilabda, tehát ezt is észrevettem, hogy amikor valamilyen kiemelt esemény van, mint például ma éppen a BL döntő, kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesznek a lelátón, tehát nagyon sok minden függ ettől. Hát utánpótlásban én nagyon büszkén mondom, hogy minden évben lépünk előre, és ott mindig mondom, hogy az eredmény nem fontos, de például, hogy olyat tettünk az idén, hogy
2000-es korosztályú országos döntős, és abból a 2000-ből a Nemzeti Kézilabda Akadémiára 7 gyereket vettek föl, akiből ott el is megy. A másik kettő a tanulmányait itt szeretné folytatni nálunk, és ez úgy gondolom, hogy maximális elismerése is, hiszen most már a Kézilabda Akadémia is egy olyan színvonalat fog képviselni, még az elején nem, hogy tényleg a legjobbak kezdenek oda szivárogni. Most már a nagy klubokból is mennek oda tehetségek, úgyhogy ezt büszkén mondom, egyre többen vagyunk, és a környékről jönnek hozzánk egyre többen kézilabdázni. Megyünk ezen az úton tovább. Eddig azért, aki hozzátok lejött és megnézte itt a mérkőzéseket a szakosztályon belül, az erősebbik nem képviseltette magát. Mi a helyzet a hölgyekkel? Gyengébb nemmel, és ezt most nagyon-nagyon idézőjelbe tettem, mert aki már látott női kézilabda mérkőzést, az tudja, hogy ez a gyengébb szó, ez nem teljesen igaz. Hát igen, ugye mi tavaly aláírtuk egy szerződést az akadémiával, amiben tartalmazta, nem mondom, hogy feltételként, de egy teljesen jogos elvárásként, hogy a női szakosztályt is indítsuk be, és mellette még ugye az is indokolja, hogy a gimnáziumban az idén indul az első kézis osztály, ugye hát, és mivel az koedukált, ezért nekünk azt a területet is, tehát a lányokat is el kell kezdenünk képezni, úgyhogy most két fő csapás irányban gondolkodunk. Szeretnénk elindítani felnőtt bajnokságban a megyében egy olyan helyiekből vagy környékbeli állóból csapatot, akik ezt egyedül abszolút hobbi és úgy teljesen amatőr szinten képzelik el, de azért természetesen komolyan véve heti kétszer-háromszor edzenek, és a megyei bajnokságban méretődjünk meg. Itt alapvetően a helyi fiatalokat is várjuk, akik másutt nem kézilabdáznak, ez nagyon fontos, szeretnék egy ilyen közösséget, és függően attól, hogy hányan jelentkeznek és jönnek hozzánk, indítunk meg különféle utánpótlás csapatokat, ezt nem látom. Ami fő célunk, és ennek a szervezését el is indítottuk, hogy a kézi osztályokra való felkészülés gyanánt a szivacs kézilabdát indítjuk be, és ott két edző fog foglalkozni ezekkel a pici lányokkal. Hát remélem, hogy olyan 20-25 fővel stabilan el tudjuk indítani az alapképzést, és ugyanúgy, mint a fiúknál, egy olyan 8 éves táblakba gondolkodva, ugye végig szeretnénk építeni azt, hogy a szivacstól egészen juniorig legyenek kislányok. Alapvetően ez a fő célunk, és meglátjuk, hogy felnőtt csapatban gondolkodunk-e. Alapvetően fő célunk az akadémia és a kéziosztály miatt az, hogy kiemelten és ugyanolyan szinten foglalkozunk a kislányokkal is, mint a fiúkkal. Nagyon fontos dolog az, hogy szeretnétek, hogyha minél több fiatal lány vagy lány választaná azt, hogy hozzátok jön játszani, de edzői állományban készen álltok-e arra, hogy a női csapatot tudjátok edzeni? Na most erre nagyon tudatosan készültünk, mert úgy gondolom, hogy a szakember az az alapja mindennek. Minden évben több az edzőnk, és azt boldogan mondom, hogy a szakedzőnk is minden évben több. Az idén már 6, azaz 6 szakedzőnk van. Ami azt jelenti, hogy már csak egy magasabb szintű edzői képesítés van, és a többiek is mind-mind végzettek, tehát jelen pillanatban a strandkézilabdázóink is lesznek, ott is lesz egy szakosztály, oda is speciális edzőkkel készülünk, tehát 10 vagy 11 edzőnk lesz az idén, ahol szerepet kap egy olyan erőléti edző, ami eddig nem volt a klubunknál, és a 12 éves korosztálytól egészen a juniorokig ezeket a gyerekeket izomerőfejlesztéssel, hogy a sportákban ez elengedhetetlen, és az fiú-lányra vonatkozik. Valamint lesz még egy stabil kapusedzőnk, mert úgy látom, hogy nagyon sok tehetséges kapusunk van. A Duleban Orbi mellett fogunk még alkalmazni kapusedzőt. Tehát a minden szakmai részre nagyon odafigyelünk, van gyógytornászunk, aki szintén a gyerekekkel gyógytornászik, és a hátteret gyúrónk van, tehát mindenről próbálunk odafigyelni, hogy a szakember gárda az jelen pillanatban úgy gondolom, hogy maximálisan felépített, persze még mindenkinek van tanulni valója, és hát fog is itt a nagy öregektől vagy öregebb edzőktől nyilván. Végre csak egy rövid kérdés, ugye ilyen 7-8 évet említettél a lányoknál is, és körülbelül előtte kezdő, 7 évvel ezelőtt kezdődött el a férfiaknál, a fiúknál ez a fajta építkezési munka. Hogyha vizionálni kéne, akkor 7 év múlva mi az, amit szeretnél látni? Nagyon sok gyereket, nagyon sok tehetséges gyereket. Nagyon sok tehetséges gyereket úgy, hogy nem csak nálunk vannak, hanem mi neveltük, és nagyon sok helyen vannak. És hát felnőtt szinten szeretnék egy NB1-es csapatot, hogy ezt most fiú vagy lány, ezt majd az élet eldönti, nyilván most úgy gondolom, hogy fiú, de azt azért el kell ismerni, hogy
lány labdasportban nem nagyon van konkurencia. Tehát én most úgy gondolom, hogy a lányokat talán-talán könnyebb lesz felépíteni, de az nem azt jelenti, hogy bennük gondolkodunk első osztályban. Most jelen pillanatban úgy érzem a fiúk, de hogy 7 év múlva itt a víziómban mi lesz, azt még nem tudom. Egy első osztályi klubot szeretnék mindenféleképpen. Magtelevízió. Önökért vagyunk.